Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Na nézzük, hát rengeteg minden van. Market beszerzési menedzserindexek érkeznek Európából és az USA-ból, aztán a tengeren túlon még a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is kijön, aztán lakossági fogyasztási kiadások, októberi magárindexe is napvilágot lát. Tehát azért bőven lesz adat is, meg komment is. Hogy ezeket értelmezzük, itt van velünk Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mindenki az inflációval foglalkozik, attól retteg, mert egymást licitálják fölfelé a magyar elemzők, hogy mennyi lesz nálunk az infláció, meg mit kéne csinálni a jegybankoknak. Hát ehhez képest most egy kicsit más irányba terelődik el a makrogazdasági kommunikáció. A beszerzési menedzserindexek azok talán azt mutatják meg, hogy mekkora lesz a gazdasági növekedés, mennyire optimisták itt a negyedik hullám tombolásának kezdetén a gazdasági szereplők. Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy ezekben a beszerzési menedzserindexekben is vannak ár komponenseket mérő tényezők, amik csak ugye ezt kevésbé szokták lehozni, itt a részletek mögé kell nézni, input-output ár is van, és egyébként ezek mind az USA, mind az euróvezet esetében az utóbbi időszakban ilyen historikus csúcson voltak, nem meglepő módon, és ugye itt már októberi adat is volt, ami szintén nagyon magas volt, tehát azért ezt is érdemes lesz figyelni. Ez az egyik dolog, ugye itt külön van az euróvezetre és az USA-ra is, illetve több más nagy gazdaságra is, de most ezekről beszélnénk leginkább, feldolgozóipar, szolgáltató szektor, és ami az output vonatkozásában, meg ugye hát több dolog érdekes. Ami történt, hogy ugye az utóbbi időszakban a feldolgozóipar az euróvezetben és az USA-ban is már valamit mérséklődött az elmúlt hónapokban, de még mindig magas szinten áll a mutató, jóval 50 fölött. Viszont, hogy egy kicsit csavar legyen a történetben, ezek az indexek, nem akarok nagyon belemenni itt a részletekbe, de úgy vannak megkonstruálva, hogy alapvetően ilyen, tehát a keresletet mérik jól, tehát például mondok egy példát, a szállítási idő növekedése az emeli ezeket az indexeket, ugye, mert hogyha nagyon nagy a kereslet, akkor azt mutatja, hogyha nő a szállítási idő, viszont most is nőtt a szállítási idő, csak ugye ezek a kínálati problémák miatt, úgyhogy hát ez is magasan tartja ezeket a feldolgozóipari mutatókat, és éppen ezért egyébként az elmúlt időszakban, aki árgus szemekkel nézi ezeket az indikátorokat, azért azt látja, hogy gyengült a kapcsolata a feldolgozóipari termelés és ezek az indexek között. Úgyhogy hát ez csak egy ilyen kis színes, de hát minden esetre azért mégiscsak ezt szokták nézni, mint egy ilyen elsődleges mutatót, és hát novemberi adat lesz. A szolgáltató szektorban ugye nincs ilyen probléma, mert nincs az a szállítási idő, ott valamivel ez jobban működik, ott egyébként az történt októberben, hogy az euróvezetben romlást láthattunk, az USA-ban viszont volt némi javulás, ugye itt van egy fáziskésés a két gazdaság között a pandémia vonatkozásában is, ugye az USA-ban augusztus-szeptemberben már volt egy nagy delta hullám, aztán javult a helyzet, tehát október ott egy javulás volt, még ugye Európában úgy tudjuk, hogy hát így inkább októberről kezdett felfutni, meg most már azt is tudjuk, hogy ezen a héten Ausztriát lezárták, lehet, hogy Németországot is le fogják körülbelül, úgyhogy ott igazából most így inkább lefele megy erősebben a történet. Ezek kedden jönnek ezek az adatok, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Addig váratunk, nyilván addig a mumus még nem az lesz, hanem hogy milyen lezárások vannak a piacokon, vagy az országokban, és hogy ez hogy érinti a piacokat. De aztán jön a Fed jegyzőkönyv is, ugye? Mit keresünk a szövegben? Abban, hogy mikor lépnek be? Végre? Igen, tehát egyébként jön a Fed jegyzőkönyv, és még LKB jegyzőkönyv is lesz egyébként, ja, de a Fed, ugye a Fed olyan szempont, több szempontból nagyon érdekes. Ugye múltkor, tehát novemberi ülésen bejelentették az eszközvásárlási program kivezetését, megkezdik, ugye 15 milliárdra havonta november, december, stb. Várhatóan mérséklik az ütemet, ezzel június végére kivezethetik a programot. Viszont az a kérdés, hogy mennyire egyöntetű a 12 tag álláspontja,
ez a döntés mögött, és egyébként a hétvégén három döntéshozó is volt, akik igazából hát nyilvánosan kimondták, hogy ők decemberben meg szeretnék vitatni az eszközvásárlási program felgyorsítását. Uh-huh. Úgyhogy hát szerintem akik az értő szemeknek, füleknek igazából az lehet érdekes, hogy hát milyen volt a vita, erről mit tudhatunk meg. Kik vannak többségben, mivel érvelnek a héják, mivel van, a galambok, igen, ugye ez a szokásos szárnyasok között vívott purparlé kiderül belőle, igen. És egymás mellé lehet tenni az LKB meg a Fed jegyző könyvét? Lehetnek átfedések benne? Érdemes ilyenkor összehasonlítani, hogy ki mivel érvel? Hát nyilván vannak átfedések, ugye ez, hogy mennyire átmeneti az infláció, de azért érdemes hozzátenni, hogy a legtöbb mutató, amit nézünk, azért az európai és az amerikai helyzet más. Egyrészt vannak ilyen úgynevezett, hát nem is tudom, szép magyar szóval trend, vagy ilyen underlying, tehát ilyen alapinflációs mutatók, amik azért Amerikában sokkal erősebben mennek föl. Tehát amik az ilyen egyedi nagy tételeket, mint energia, stb., amik egyszer hirtelen változtak, ezeket kiszűrik. Aminek többek között az ok, hogy az amerikai munkapiac jóval feszesebb, a gazdaság jobban reagál, hogyha túlkereslet van az inflációra. Tehát a Fednek azért sürgősebb dolga van, még akkor is, hogyha az LKB sem legyinthet. És egyébként azért az LKB-ban is úgy érezzük, hogy vannak olyan döntéshozók, akik azért nem feltétlenül elégedettek ezzel a kommunikációval, hogy itt minden átmenet. Egyébként az osztrák jegybank elnök egy-két hete mondta, hogy szerinte az LKB szeptember végéig teljesen ki fogja vezetni az eszközvásárlási programot, ugye jövő szeptemberig, és ez azért érdekes, mert a piac egyébként alapvetően arra számított, hogy ugye ott kétfajta program van, hogy a decemberben elkezdik kivezetni ezt a pandémiához köthető, viszont akkor átmenetileg föl emelnék valamivel ezt a régebbi eszközvásárlási programot, tehát azt nem, egyelőre nem volt ez árazva, hogy szeptemberig kivezetik. Úgyhogy, és hát egyébként még két dolgot nem tudom, hogy gyorsan elmondhatok. Az egyik az, hogy hát ugye a Fedhez köthetően kijön a lakossági fogyasztások árindexe, magárindexe adat októberi, ugye ez nekünk egy kicsit furcsa, mert tehát a fogyasztói árindex adat az már kijött egy olyan két hete, ugye ez egy, hát nem tudom, talán több tíz éves csúcs volt, 6,2% volt a headline infláció, 4,6 a maginfláció. Ugye ez a fogyasztási kiadások árindex, ezt egy kicsit másként számolják, de igazából ez az, amit a Fed elsősorban figyel, pontosabban a magárindexet. Tehát ez azért lehet érdekes, mert igazából ezt viszonyítják a 2%-os célhoz. Ugye ez 3,6 volt a magárindex most már több hónapja, és hát a CPI, tehát a fogyasztóárindex alapján ennek tovább kellene fölmenni. És még egy gondolat, hogy nem tudom, hogy azt követtétek el, hogy elvileg hétvégén be kellett volna jelenteni az új Fed elnök jelöltet. Tényleg, én ott maradtam le, nagyon jó, hogy szóba hozod, mert hogy a mostaninak egyáltalán nem biztos az újraválasztása, sőt. Nem túl elégedettek vele a döntéshozók. Igen, hát itt egyébként azt érdemes tudni, hogy eredetileg a Powell volt a nagy esélyes, és hát ahogy közeledik a dátum, akkor egy Fed helyettes Lyle Brainard nevű hölgynek az esélyei erősödtek, aki egy ilyen erősebben progresszív demokrata, és ugye az azért lehet igazából piacmozgató, mert ő egyrészt valószínűleg az inflációval kapcsolatban akár még megengedőbb, mint a Powell, tehát hogy ugye ez egy érdekes dolog lesz, hogy ebben a helyzetben, aztán persze nem biztos, hogy így lesz, de alapvetően ez a várakozás a bankokkal szemben szigorú, meg a klímaváltozással szemben is egy ilyen erőteljesebb, aktívabb jegybanki szerepvállalást szeretne elérni. Ugye itt az érdekes, hogy az elnök jelöl, de a szenátusnak jóvá kell hagyni, és a szenátusban hát egy ilyen, ugye a szenátusnak a vezetőjével, tehát Kamala Harris van egy fős többsége a demokratáknak, de ugye azért ott vannak ilyen billegő demokraták, akik szeretik tehát ez egy ilyen szélesebb megegyezés, tehát azért nem biztos, hogy tehát valahogy azért nem a Powell lesz, és hát amit még legutóbb láttam, még mindig inkább a Powell tartják valószínűleg, de ha a trendet nézi az ember,
akkor ugye az ő esélyei gyengültek, és hát az is egy érdekes dolog, hogy elvileg vasárnapig be kellett volna jelenteni. Uh-huh. Tudom, hát most csönd van, akkor meg igen, várjuk igen, akkor ezt a bejelentést, igen, tényleg izgalmas. Igen, köszönjük igen, szépen, Misi, izgalmas lesz ez a hét minden szempontból. Most már látjuk, hogy mire kell figyelni. Jó munkát nektek, szép napot! Oké, köszi, sziasztok! Kovács Mihállyal beszélgettünk az OTP elemzési központ elemzőjével. Hát rengeteg minden jön, beszerzési menedzserindexek, Fed, LKB jegyzőkönyv, lakossági fogyasztás, meg hát itt az új Fed elnök személye is nagy kérdés. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.